mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 203. epizódja. A prostitúció a viszonylag válogatás nélküli szexuális tevékenység gyakorlata általában olyan személlyel, személyekkel, akik nem az illető házastársa vagy barátai, pénz vagy egyéb értéktárgy által történő azonnali fizetésért cserébe. A prostitúciót általánosságban az egyik legősibb szakmaként is emlegetik, kis érdekesség, hogy ezt a kifejezést Rudyard Kipling angol író alkotta meg 1898-ban a Városfalon című novellájában, ami egy indiai prostituáltról szól. A női prostituáltakra vonatkozó legkorábbi feljegyzés az időszámításunk előtti időkből, 2400-ból a sumér kultúrából származik, ahol Karkideknek hívták Eme szakma képviselőit, ugyanezen a listán a férfi prostituáltakat kurgan runak nevezik. Természetesen közel sem olyan formában kell érteni a Sumér prostitúciót, ahogyan manapság zajlik. Ezek a olyan szakrális, szent rítusok voltak az ókori közel-kelet sumér királyai és főpapnői papjai között, amely legfőképpen istár, a szerelem, a termékenység, a szex és a háború istennőjéhez köthető. Évente egyszer került sor ezen szexuális rítusokra, azonban kutatók napjainkban is vitatkoznak arról, hogy tényleges behatolás valóban megtörténte vagy sem ilyen alkalmakkor, hiszen bizonyíték nincs arra, hogy valódi szexuális érintkezés zajlott, vagy csak annak imitálása. Az időszámításunk előtt 1792-től 1750-ig uralkodó babiloni király hamurapi törvényeiben az egyik paragrafus külön kitér a prostituáltak, illetve azok gyermekeinek jogaira. Az asszíroknál Hérodotosz görög történés szerint megszokott dolog volt, hogy Mulissú istennő nevében, aki Hérodotosz szerint a görög Afrodité, a szerelem istennőjének asszír megfelelője volt. A férfiak fizettek az általuk kiválasztott nőknek, hogy Mulisszú istennő templomában szent kötelességből párosodjanak. Az asszír törvények egyébként Krisztus előtt 1075-ben már az asszura kódexben öltözködésük alapján különböztették meg a prostituáltakat. Ha egy férfi felesége vagy lánya az utcára lépett, fátyolt kellett viseljen, míg a prostituált fátyol nélkül mehetett ki az utcára. A kínai mítoszok szóbeszédek szerint a kereskedelmi bordéházakat a Krisztus előtti 600-as években alapította meg Kuang Chun államférfi és filozófus, Görögországban pedig Szolón a költő és törvényhozó hozta létre az első állami bordéházakat, a szexára egy obola, vagyis egy hatott drakma volt, ami egy átlagos munkás napi fizetésének felelt meg. 534-ben nagy Justinianus bizánci császár szabadságot biztosított a prostitúcióra kényszerített rabszolgáknak, és betiltotta a közösülést a nyilvános fürdőházakban. Az 500-as évek végén Spanyolországban teljes betiltásra került eme szakma, 1158-ban Frigyes Barbarossa római császár pedig már büntette is a prostitúciót, akit rajta kaptak, hogy ezt a foglalkozást űzi, annak levágták az orrát. És ez így ment évszázadról évszázadra egyes helyeken csodálat és tisztelet övezte a prostituáltakat, míg máshogy szégyen és megvetés járt eme szakma űzéséért, és maga a szakma, illetve a bordéházak jogszerűsége is országonként változott, változik. A prostitúciónak számos formája van, önkéntes vagy nem önkéntes, ugyanúgy űzhetik nők vagy férfiak, bár a történelem során leghíresebbé váló prostituáltak egyértelműen nők voltak. Az úgymond celeb, sztár státuszba emelkedő prostituáltak olyan nőkből lettek, akiknek ügyfélköre meglehetősen illusztris volt. Politikusok, bírók, rendőrkapitányok, katonatisztek azonban sokszor ezek a nők a tűzzel játszottak, hiszen ilyen körökbe amiatt nem érdemes bekerülni, mert minél többet tud meg róluk az ember, akkor az illető annál veszélyesebbé válik számukra, és talán rossz dolgok is történhetnek vele. Pontosan ez történt 1957-ben egy fiatal lányal Németországban, Frankfurtban. A lány minden bizonyal sok mindent tudott, ezért bizonyos személyek úgy döntöttek, jobb, ha elhallgattatják. Ez Rosemary Nitribit története. 1957. november 1-jét írunk, helyszín Frankfurt, a híres 15. században épített Essenheimer torony alatt lévő egyik luxuslakás, a Stiftrasse 36. Azon a novemberi napon egy szobalány érkezett a lakáshoz, hogy elvégezze a szokásos, néhány naponta rábízott takarítást, amikor többenten vette észre, hogy a lakás ajtaja előtt több, bontatlan kenyér is hever, vagyis a bentlakó hölgy napok óta nem vette át a minden nap a lakására szállított friss kenyeret. A szobalány bekopogtatott, ám senki sem nyitott ajtót, viszont meghallotta a lakás tulajdonosának, a kutyájának a nyűszítését odabentről. A szobalány nem sokat teketóriázott, azonnal értesítette a rendőrséget. A frankfurti hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a lakásba bejutva többenetes látvány tárult a szemük elé. A luxus lakásban lakó, egyedül élő fiatal lány holteste bársony heverője mellett hevert a nappaliban, egyik lába a heverőn, másik pedig alatta. A lány nyakán körbetekerve egyik sejem volt felfedezhető, platina szőke fürtjeit pedig saját vére szennyezte be. Teste meglehetősen puffat volt, ami azt jelentette, a lány napok óta halott lehet. Nyűszítő, fehér színű miniatűr uszkárja szorosan a holtest mellé bújt, amikor a rendőrök betörtek a lakásba. Semmi kétség sem férhetett hozzá, hogy a Stiefstrasse 36 szám alatt élő hölgyet meggyilkolták. Minden bizonyal ez az ügy egyike lett volna a Frankfurtban előforduló gyilkossági eseteknek, azonban a sajtó és a közvélemény elképesztő módon lecsapott a halálesetre, és valóságos média szenzáció kerekedett belőle. Ami nem is véletlen, hiszen a meggyilkolt lányt Rosemary Nitribitnek hívták, aki az 50-es évek Frankfurtjának egyik legismertebb, leghíresebb, első osztályú, igen komoly ügyfélkörrel rendelkező luxus prostituáltja volt. Mária Rosália Auguste Nitribit, vagy ahogy mindenki ismerte, Rosemary Nitribit korai élete sajnos nem sokban különbözött több más olyan honfitársától, akik későbbi életükben a prostitúciót választották elsődleges kenyérkereseti forrásnak. A kis Rózmári 1933. február 1-én született Düsseldorfban egy 18 éves szobalány törvénytelen gyermekeként. Két féltestvérével gyermekkorát a náci Németországban töltötte, alig volt öt éves, amikor egyik testvérével, Irmgárdal egy Eschweileri gyermekotthonba került. Hat évesen Nikolász és Anna Maria Elzen nevelőszülőkhöz került egy Eiffel nevű kis faluba. Rosmarit környezete élénk és derűs kislánynak tartotta, azonban 11 éves korában egy borzalmas esemény örökre megváltoztatta az életét. A szomszédjukban élő 18 éves fiú megerőszakolta. Bár az eset kitudódott, a kis, zárt közösséget alkotó faluban elleplezték ezt a bűncselekményt, és rózmári szülei úgy tettek, mintha mi sem történt volna. Az eset teljes mértékben megváltoztatta a kislány viselkedését. Visszahúzódó lett, nem szívesen érintkezett a falubeliekkel, ha nevelőszülei szóltak is hozzá, a lány gúnyolódva és ingerülten válaszolt, és hamarosan Düsseldorfba költözött. A további éveiről alig tudni valamit, az biztos, hogy tinédzserként összebarátkozott két prostituáltal, akik elmondták neki, szépségével igen jó pénzeket tudnak keresni. Ennek hatására a tizenéves lánya testét pénzért kezdte árulni, elsősorban katonáknak. Hamarosan letartóztatták prostitúció miatt, és egy fiatalkorúak börtönébe került, ahonnan többször megszökött. 1951-ben három hét börtönbüntetésre ítélték újfent prostitúció miatt, de tartóztatták le csavargás vágyából kifolyólag is. Mivel semmi sem kötötte vérszerinti, illetve nevelőszüleihez sem, 1953-ban úgy határozott, elég a folyamatos letartóztatásokból, ezért Düsseldorfból Frankfurtba szökött igen nagy tervekkel modellkarriert szeretett volna befutni, azonban ahogy a mondás tartja, ember tervez, Isten végez. Rosemary 1953-ban érkezett Frankfurtba, ahol pincérnőnek állt egy helyi bárban, emellett pedig arról ábrándozott, hogy híres manöken lesz belőle. Azonban korai élete rányomta bélyegét az álmaira, mivel prostituált volt Düsseldorfban, Priusa is volt, így egyetlen ügynökség sem állt vele szóba. Ezért, mivel kevésnek érezte pincérnői fizetését, újra prostitúcióval kezdett foglalkozni. Elhatározta, hogy híres és gazdag lesz, ha ez nem megy a modelkedéssel, akkor eléri majd másként. A lány annyira elszánt volt, hogy megtanult angolul és franciául is, hogy kibővíthesse ügyfélkörét, illetve mivel nem akart egy olcsó utcalány lenni, önként járt minden hónapban rendőrségi, illetve egészségügyi ellenőrzésekre is. Rosemary hamarosan ismert alakja lett a szexmunkás cénának. Egy serfes, vidám lány benyomását keltette, ez élénkvörös rúzsal, kihívó öltözékkel és füllett, izgató személyiséggel párosult, ami hamar el is tudta csavarni a férfiak fejét. A rutinja az volt, hogy Németország legdrágább szállodái körül sétálgatott, és jól öltözött urakat szólított le mindenféle ürügyel, akiket aztán személyiségével elvarázsolt, onnantól pedig szabad volt a pálya. A lány leginkább a Frankfurter Hof és a Kaiserstrasse környékén dolgozott, és csábított el férfiakat, így hamarosan tetemes összegekre tudott szertenni. Ezen időkben vette fel a Rebeka nevet, és hihetetlen, de a 20 évesen Frankfurtba érkező lány 24 éves korára Frankfurt elitjének kedvenc szexmunkása lett, a leggazdagabb és legismertebb luxus prostituált, akiért mindenki rajongott. Rosemary rövid idő leforgása alatt már nem szorult arra, hogy az utcán szólítgassa le ügyfeleit. Terjedt a híre, ezért hamarosan telefonon lehetett vele egy légyottot leegyeztetni, a kliensek közül pedig válogatni is kezdett, és csak akkor lehetett nála időpontot foglalni, ha a vonal másik végén lévő személy tudta az álnevét, és egyben a jelszót is. Rebeka a helyi politikusok, jogászok, orvosok kedvence lett, így egy idő után már csak és kizárólag tehetős ügyfeleket fogadott, a frankfurti felső tízezer legfoglalkoztatottabb luxus prostituáltjává vált. Az egyik állandó török ügyfelétől kapott egy méregdrága Opel Kapitán gépjárművet, amelyet hamarosan lecserélt egy fekete Mercedesre, ami azokban az időkben elképesztő luxusnak számított egy 20 éves lány számára. A lány egy luxus lakosztályt bérelt a Stiftstrasse 36 szám alatt, amely Frankfurt egyik legelőkelőbb környékének számított pazar, földközi tengeren való utazásokat engedhetett meg magának, a legdrágább ruhákban, kabátokban, harisnyákban és cipőkben járt, és a legelőkelőbb, legdrágább éttermekben ebédelt és vacsorázott. Hamarosan egy szobalányt is alkalmazott, aki a lakásában minden tennivalót elintézett, így rózmári minden idejét kuncsaftjaira, illetve utazásaira tudta fordítani. A vadonatúj 1956-os cseresznyepiros bőrülésekkel ellátott fekete Mercedes-e mellett, amelyet hamarosan nitribit Mercedesnek kezdtek hívni a városban, a lány fő ismertetőjele volt még Joey, a kis, hófehér uszkárja, aki mindenhová elkísérte, Rosemary abszolút előfutára volt, a napjainkban is sztereotipizált, prostituált mintaképének. Rosemary Leser hozzáállása a prostitúcióhoz és az ezzel járó hatalmas gazdagsághoz ellentétben állt az 1950-es évekbeli háború utáni Németország normáival. Akkoriban az országban csak zűrzavaros, nehéz idők jártak, és a nőktől azt várták el, hogy alázatot tanúsítsanak. Éppen ezért, bár ügyfelei rajongtak érte, Rózmária közvéleményből, illetve a rendőrségből ördögi ellenszenvet váltott ki, amelyet fittyet hájt az erkölcsiségre, vagy a fegyelmezett nők által elvártakra. Tény, hogy Rózmári büszke volt arra, amit elért anyagilag, őt nem zavarta, milyen áron. Szerette a szexet emellett feltűnésre, gazdagságra jó létre vágyott. Ha ezt úgy kellett elérnie, hogy férfiakkal fekszik össze, ám legyen, ő leplezetlenül büszke volt a szakmájára és életmódjára. Rosemary egy idő után megkapta a grófnő becenevet is, amit ő szerénytelenül viselt, holott tisztában volt vele, klienseinek feleségei cifrávjelzőkkel is illetik, ám úgy tűnik, ő ezt sem bánta, sőt előfordult, hogyha egy étteremben találkozott az egyik állandó vendégével és annak feleségével, akkor gúnyosan oda köszönt nekik. Úgy tűnt, Rosemary azt is élvezte, ha kényelmetlen helyzetbe hozhatja kuncsafjait vagy azok feleségeit. Bár a prostituált szakma számos veszélyt rejteget, Rózmári talán sosem gondolt arra, hogy bármi baj érheti, hiszen ő nem az utcán strihelt, ahol bárki megkéselheti, hanem luxus körülmények között jó módu férfiakkal hancúrozott az úgymond elittel. Holott nem kétséges, tisztelet a kivételnek, de az olyannyira ajnározott elit tagjai jóval aljasabbak, sunyibbak és könyörtelenebbek tudnak lenni, mint egy utcai csavargó. Hogy ezzel Rozmári tisztában volt-e, nem tudni, az viszont biztos, hogy karrierje olyan hirtelen ért véget, amilyen hirtelen elkezdődött. Ugyanis, ahogy a videó elején bemutattam, Frankfurt első osztályú luxus prostituáltját 24 évesen kivégezték a lakásán, ahová számos férfinak volt bejárása az évek során. Ahogy említettem, amikor 1957. november 1-én Rosemary holtestét megtalálták a lakásán, már jó néhány napja halott lehetett halálának oka fulladás volt, saját harisnyájával folytották meg, de a fején is volt egy seb, amely egy súlyos tárgytól származhatott. Bizonyosan nem lehetett szó elfajzott szexuális játékról, hiszen a körülmények nem arra utaltak, ráadásul Rózmári teljesen fel volt öltözve, illetve az orvos szakértő megállapította, halála előtt a lány nem létesített szexuális kapcsolatot. A lakásból 18 ezer márka, mai árfolyamon körülbelül 34 ezer dollár hiányzott, azon kívül semmi egyéb. Rózmári drága ékszerei, bundái, ruhái érintetlenül hevertek a szekrényeiben, és a lakása sem volt feldúlva. Emiatt a hatóságok elutasították a rablógyilkosságot, szerintük a célpont egyértelműen a lány volt, talán a pénzt azért markolta fel az ismeretlen gyilkos, hogy tévútra terelje a nyomozást. No igen, a nyomozás. A helyzet az, hogy nagyon tévútra sem kellett terelni, hiszen a rendőrség munkája talán nem is véletlenül elképesztően hanyag és szinte semmit nem érő volt. A rendőrök nem tartották be a szokásos helyszínelési protokolt, például kinyitották a lakás összes ablakát, mielőtt megmérték Rosemary testének hőmérsékletét, ezáltal sikeresen megsemmisítették azt a bizonyítékot, ami utalhatott volna a lány halálának pontos idejére. Ennek ellenére a halott kém úgy vélte, a lány már legalább két napja, október 30-a óta fekhetett holtan a lakás padlóján. A szomszédok semmit sem láttak vagy hallottak, és egyetlen értékelhető tanú sem bukkant fel, aki segíthette volna a nyomozást, illetve egyetlen egy tanú mégis volt, de erről a következő fejezetben fogok beszélni. Ráadásul a nyomozás első néhány napja alatt a rendőrség rengeteg tárgyat elmozdította a helyéről a lakásban, a rendőrségi jelentések pedig kifejezetten homályosak és felületesek voltak annak ellenére, hogy a korabeli sajtóinformációk szerint Rózmárinak több mint száz gazdag társadalmi körökben ismert állandó kuncsaftja volt, a rendőrök mindössze 40 vagy 60 ügyfelet kérdeztek ki, akik természetesen diszkréten hallgattak mindenről, ami Rózmárival volt kapcsolatos. Úgy tűnt, senki sem tud semmit, senki sem akar beszélni, a rendőrök pedig nem is igazán akarnak nyomozni. A média hiába csapott le az ügyre. Kik voltak Rózmári Nitrivit meg nem nevezett ügyfelei? Miért ölhették meg a lányt? Mi volt az indíték? Hogy halad a nyomozás? Sorjáztak a kérdések a rendőrség felé, azonban a hatóságok némák maradtak, egyszerűen semmire sem érkezett válasz. A pontot azt tette az íre, amikor végül a rendőrségi akták egyszerűen eltűntek. Ez egyértelműen azt jelentette, nincs Rosemary Nitribit ügy. Az újságok cikkeztek még egy darabig, majd a híres hírhet luxus prostituált emléke lassan elhalványult, ezáltal Németország történelme gyarapodott egy újabb, felderítetlen gyilkossági ügygel. rosemary egy Düsseldorfi temetőben helyezték örök nyugalomra, a temetésén alig volt néhány ember, vérszerinti anyja, Maria Hoffman és egyik testvére, Irmgard megjelentek, egy a temetésen résztvevő riporter szerint egyikük sem sírt. Ha már az 50-es évek frankfurti rendőrsége nem is, legalább mi gondolkodjunk most egy kicsit. Vajon miért? Miért kellett meghalni a Rosemary Nitribitnek? Kinek állhatott érdekében, hogy végezzen vele, és a rendőrség miért nem akarta kideríteni az igazságot? Ezek csak töredékei azoknak a kérdéseknek, amelyeket a nitribit gyilkosság maga után hagyott. A fő gyanúsított egy a frankfurti éjszakai életben ismert 37 éves férfi Heinz Polman volt, aki személyes kapcsolatot tartott fent rosemary azt állította, hogy a lány barátja. A férfi üzletemberként hivatkozott magára, emellett hírhet szerencsejátékos hírében is állott. Polman büszke volt a rosemary -val való kapcsolatára, és azzal dicsekedett frankfurti klubokban, hogy ő az egyetlen férfi, akinek kulcsa van a luxus prostituált lakásához. Ez igen gyanús körülmény volt, hiszen amikor Rosemary holtestét megtalálták, a lakás zárva volt, így csak is olyan ember ölhette meg, majd hagyta el a lakást, akinek kulcsa volt az ajtóhoz. Egy meg nem nevezett tanú azt állította, hogy látta október 29-én késő délután Polmánt kocsival elhajtani a Stiftos Strasse 36 számhoz tartozó udvarból. Ekkor a rendőrség kénytelen kelletlen utána nézett Polmannak. Kiderült, hogy a férfinak a szerencsejáték tartozásai miatt rengeteg adóssága volt, ám Rózmári halála után az összes adósságát kiegyenlítette, és ugyebár a lány lakásáról hiányzott 18 ezer márka. Polmán hevesen tagadta, hogy bármiféle köze lenne Rózmári meggyilkolásához, sőt, elmondta, kapcsolatuk plátói volt, ő valójában homoszexuális, és azt mondta, szerinte Rózmárit egy féltékeny nő gyilkolta meg. A nyomozás előre haladtával Polmán lakásából előkerült a férfi egyik szürke nadrágja, amelyen volt egy folt, erről a foltról a bűnügyi hivatal szerológusa megállapította, hogy az nem más, mint vér. Polman azt állította, az a saját vére, ugyanis nemrégiben megsérült, vére pedig a nadrágra csöppent. A férfi elmondta a pénzekhez, amelyekből végül rendezte adósságait, üzleti ügyek révén jutott, különben is, mivel volt kulcsa a Rosemary lakásához, ha ki akarta volna rabolni, könnyen megtehette volna, hogy akkor megy be a lakásba, amikor a lány nincs otthon, például elmegy vacsorázni, vagy hosszabb időre elutazik. Végül Polman előállt az ütőkártyájával. Amikor úgy érezte, ebből baj is lehet, azzal fenyegetőzött a hatóságoknak a tárgyalása előtt, ha nem szállnak le róla, akkor nyilvánosságra hozza Rosemary azon ügyfeleinek a nevét, akiknek addig sikerült elkerülniük a nyilvánosságot. Ez bevált. 1960. júliusában Heinz Polmant felmentették a gyilkosság vágya alól, mert megállapítást nyert, hogy az ügyészség nem tudott elég bizonyítékot feltárni a bűnösségét illetően. Polman egyébként igen negatív megítélésű emberré vált Németországban, ugyanis a férfi többször megpróbált pénzt csinálni a nitribit gyilkosságból. A felmentését követően felkérték egy Rosemary Nitribitről szóló film főszerepére, azonban a közvélemény olyan szinten felháborodott, hogy a producer elállt attól, hogy Polmánt szerepeltesse a filmjében. Polmán ezután a kelet-németországi szovjet hatóságokkal vette fel a kapcsolatot, és felajánlotta, hogy eladja nekik Rosemary ügyfeleinek listáját, ám a szovjetek nem voltak kíváncsiak erre a listára. Ettől a perctől kezdve Heinz Polmanról semmilyen információ sem áll rendelkezésre, nem tudni, mi történt vele élete további szakaszában, eltűnt a nyilvánosság elől. 58 évvel Rosemary Nitribit halála után a német Westdeutsche Allgemeine Zeitung nevű német lap 2014-ben a nyilvánosságra hozott korábban nem közölt, eltűntnek hit kiadatlan rendőrségi aktákat a Nitribit ügyről, amelyekből számos értekesség derült ki. Az 50-es évek végén eltűnt, majd furcsa módon 58 évvel később előkerülő aktákban többek között az is szerepel, hogy Rózmári lakásán egy széttört vörösboros palackot találtak, amelyen új lenyomatok is voltak, ezeket sosem azonosították. Rábukkantak még egy meglehetősen pikáns fényképre, amely egy a kor híres férfiát ábrázolta, azonban a nevét sosem hozták nyilvánosságra. Az aktákban az is szerepel, hogy Rózmári kuncsafjai között számos katonatiszt, orvos, politikus, vállalkozó volt, közülük négyet meg is neveztek. Az egyik legjelentősebb német vállalkozó család egyik, Rózmári halálakor 41 éves tagját, Harald von Bolenund Halbakot, illetve a milliárdos vállalkozót, az akkor 36 éves Harald Quantot, illetve két milliómos iparost, Ernst Wilhelmet és Gunter Zaxot. Kis érdekesség, hogy Quant édesanyja Magdalena Rachel vállása után 1931-ben hozzáment Németország akkori propaganda miniszteréhez, Joseph Goebbelshez, Quant pedig a Luftwaffe hadnagyaként szolgált 1947-ig. Harald Quant a háború után apja vagyonát örökölve lett milliómos. Az aktákban szerepelnek azok a levelek, amelyeket Rosemary kapott ezektől a férfiaktól, azonban akkoriban a lány halála után a családneveket leszerkesztették, később pedig úgymond elsüllyesztették az aktákat. Emiatt sokan úgy vélik, vélték úgy, abszolút jogosan, hogy a korrupt frankfurti rendőrséget lefizették, hogy Németország felső rétege sértetlen maradjon. Szintén erre utal, hogy amikor Polman azzal kezdett fenyegetőzni, hogy nyilvánosságra hozza a Rosemary ügyfeleinek aktáját, hirtelen felmentették, majd a férfi nyomtalanul eltűnt. No de vajon mi lehetett az oka, hogy rózmárit ilyen kegyetlenül meggyilkolták? Ahogy említettem, két gyilkosság nem lehetett, hiszen nem voltak erre utaló jelek. Talán összeveszett az egyik ügyfelével valamin, aki tühében megölte. Ehhez a szálhoz kötődik egy plegyka, ami szerint Rosemary zsarolni kezdte ügyfeleit. A szóbeszéd szerint Rózmári Magnóra vette a prominens személyekkel való légyotjait, majd ezen felvételekkel zsarolta őket, ezért egy sarokba szorított milliárdos végül megölte. A rendőrség azonban azt állította akkoriban, hogy a házkutatás során nem találtak magnót, szalagokat vagy bármilyen arra utaló bizonyítékot, hogy a lány rögzítette volna a találkáit, de kutya legyek, ha ezek után én bármit is elhiszek a Rosemary nitrivit ügyben nyomozó rendőröknek. Talán zsarolás lett volna az indíték. Esetleg egy féltékeny feleség megunta a megaláztatást, és végzett a férjeket elcsábító fiatal lányjal. Ha igen, honnan lehetett kulcsa a lakáshoz? Az a baj, hogy a nyomozás olyannyira felületes volt, hogy jószerivel semmit sem lehet tudni a körülményekről, bár egyértelmű, hogy nem is véletlenül. Milliárdos emberek és korrupt rendőrök hamar el tudják simítani egy prostituált halálának ügyét, ahogy ez megtörtént Rózmári esetében is ez nem is kérdés. Egyesek kapcsolatba hozták Rosemary halálát két másik híres német prostituáltal, Sibyl Némánszal és Helga Matúrával. Sibyl 1959-ben, míg Helgát 1966-ban találták meg a lakásán holtan, mindkettejüket meggyilkolták, és az ő esetük is megoldatlan maradt. Így esett hát meg Németország egyik leghírhettebb, felderítetlen gyilkossági ügye, amelyben kérdéses, ki volt erkölcstelenebb a pénzéhes luxus prostituált, a korrupt rendőrök, vagy a feleségeiket megcsaló, tetteiket nem vállaló, sunyi, gyilkosságban bűnrészességet vállaló, német felső tízezer tagjai. Becslések szerint a prostitúcióban résztvevő nőket 60, illetve 100-szor nagyobb valószínűséggel gyilkolják meg, mint a nem prostituáltakat. Egy átfogó 1990 és 2016 közötti időszakot vizsgáló Egyesült Királyságban lefolytatott tanulmány szerint a meggyilkolt prostituáltak 70%-a nő, 20%-a férfi, 10%-a pedig transznemű. Egy 2017-es kutatás pedig alátámasztotta, hogy napjainkban is az egyik legveszélyesebb szakma a prostituáltaké, veszélyesebb például egy alaszkai halászétól, vagy egy olajfúró toronyban dolgozóénál is. Bár azt gondolnánk, az úgymond magasabb körökben mozgó, saját lakásban vendégeket fogadó prostituáltakat alig ha fenyegetheti veszély, a meggyilkolt prostituáltak 20%-át teszik ki ilyen személyek, a maradék 80%-on az utcán dolgozó, illetve eszkortot is vállaló szexmunkások osztoznak. Ezen túlmenően a prostituáltak elleni emberöléseket köztudottan nehéz kivizsgálni, ezért rengeteg ügy megoldatlan marad. A prostituáltakat nem csak egy-egy erőszakos ügyfél vagy a rajtuk élősködő stricik bántalmazhatnak, hanem jó néhány sorozatgyilkos közkedvelt céltábláivá is váltak, mint például a hírhet zöld folyó gyilkosának, Gary Ridgwaynek, aki 1982 és 98 között 48 szexmunkást tölt meg, vagy Robert Pictonnak, aki a 80-as évektől kezdődően a 2000-es évek elejéig legalább 20 prostituáltat gyilkolt meg. Ezen tényekből kifolyólag sajnos nem meglepő, hogy sok más bűnügyhöz hasonlóan a Rosemary Nitribit gyilkosságra sem terült soha fény. A lány halála a német kultúra egyik alappillére lett, összesen négy film készült az életéről, számos könyv íródott róla, sőt, egy zenekar felvette a lány nevét, a Nitribits nevű zenekarnak született is egy, a lány emlékének szóló dal is, Rosemary címmel. Természetesen nemzeti hősnek semmiképpen sem tekinthető. Egy rossz sorsú, 11 éves korában megerőszakolt fiatal lány volt, aki az egyik legerkölcstelenebb, legveszélyesebb és legpusztítóbb szakmát választotta, amely igen hamar tönkre tud tenni egy embert. Bár mielőtt kiéketett volna, egy ismeretlen személy végzett vele, és a gyilkosság utáni nyomozást a kor magasrangú, milliárdos személyei a pénzükkel és a rendőrség közreműködésével meghiúsították, így Rosemary Nitribit halála minden bizonyal örökre megoldatlan marad. Nektek mi a véleményetek a Rosemary Tribit ügyről? Elméleteiteket, gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok! Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatorna funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, a GV Cooper 1 perceseket, illetve egyéb érdekes videókat tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást! A következő videó a jövő héten érkezik, melynek témája egy szörnyűséges családírtás karácsony napján. Szép napot, sziasztok!